Foltos és cserregő nádiposzáta, fekete rigó, parti és füsti fecske került sok más mellett a hálóba ebben az időszakban. A gyűrűző állomás Dávod külterületén egy nádas természetvédelmi területen található. Itt pihennek meg és gyűjtenek táplálékot a vonuló madarak. A vonulás július közepén kezdődik, ilyenkor építik ki a hálók rendszerét a természetvédelmi őrök. A napi feladatok közé a gyűrűzés, a megfigyelés és az adatok rögzítése tartozik. Hajnalban a legnagyobb a madaraknak az aktivitása, ekkor, ha jobb napunk van, akkor egy 50-70 példányt simán be tudunk fogni a madarak közül. Ez általában fajgazdagságban is megmutatkozik. A hálókból délelőtt 9-10 óráig óránként szedik ki a madarakat, amelyekre rákerül a gyűrű, és rögzítik az adataikat, majd a munka délután folytatódik. A csoportok hetente váltják egymást. Most éppen Gregorics János a táborvezető, aki a családjával érkezett. Sokszor közönséges madarak megfogása is kuriózumnak számít, mert ugye ezekkel a hálókkal egyes fajokból fogunk csak tömegeket, és vannak olyan közönséges fajok, amiket ezekkel vagy egyáltalán nem lehet fogni, vagy nagyon ritkán. Már az első napokban is találkoztak ritka fajokkal, például a gémfélék közé tartozó bakcsóval és a jégmadárral is, tette hozzá a szakember. Jellegzetes hangja van, ezt csak akkor szokta hallatni, hogyha valami veszélyérzet van. A Dunadráva Nemzeti Park dolgozóin kívül a Kiskunsági Nemzeti Park tagjai és önkéntesek segítenek a feladatokban. Én még csak inkább próbálom kiszedni a hálóból, mert még nem tudom annyira. És mit szabad még csinálnod, mit engednek neked? Hát a zsákokat kifordítani a madarak után, meg elengedni a madarakat. A tervek szerint a munka szeptember közepéig folyamatosan zajlik. Ezután októberben más fajokat fognak be és jelölnek meg, majd az adatok számítógépes feldolgozása következik, amiket a Budapesti Gyűrűző Központ felé továbbítanak majd.